Na akkor kezdhessük is. Jó estét kívánok mindenkinek. Varga Bálint vagyok Horvátországból, és a ma esti konferenciát megpróbálom elmondani minél egyszerűbben ezt az üzletet. Én két és fél éve vagyok benne, mint befektető, és ajánltam egy pár barátomnak, ismerősömnek, rokonaimnak, és csináltuk egy kis üzletet. Most olyan 7000 ember van a csoportunkban. Több országban dolgozunk, Szerbiában, Horvátországba, Boszniában, Szlovéniában, Ausztria, Macedónia, Montenegro. Ezek a volt Jugoszláv országok, Magyarországon is van izletársunk, és <tosz> szerintem nagyon meg vagyunk elégedve. Épp tegnap előtt lett egy új top expertünk, Szerbiában, az első a Krisztián úgyhogy most már van három top expertünk a csoportunkba, és jól működik az egész. Remélem, hogy már sokan tudjátok, hogy mi is a Skyway, de én el szeretném mondani ezt a prezentációt egy új évvel, 2019-es évben elindítottunk egy kicsit rövid. Vide prezentációt, ami hasznosabb és kevesebb időt kell elhasználni. Elnézést, hogy nem olyan tisztán beszélek magyarul, bár mi itt, magyarul beszélünk, de most ritkábban tartok magyar előadást, úgyhogy van egy kicsit ilyen tájszólás is, meg néha valamit nem tudok lefordítani, áttolmácsolni horvátról, mégis a az összes előadásokat, amit tartunk ezekbe a városokba. Sokat is utazunk, nem is számoltam meg egy 10-12 várost, mi majdnem minden hónapban ott vagyunk, és csináljuk az üzletet, nagyon hiszünk a Skyway-ba, eleinte is hittünk, azért mentünk be, de ahogy a fejlődés működött a Ecotechnoparkba, Fehér Oroszországba is, meg a most a többi világ részén. Most már látjuk, hogy igazán nagyon jó helyen vagyunk, és azok a rizikók, amik mikor elkezdték az üzletet, amik voltak, most már jobban ilyen idő rizikó, ilyen faktor rizikó, ami időhöz van kötve, és a az, hogy elveszítsük a pénzünket, az most már nagyon uh, kise, kis, rizikó lett. <kül> <kül> e, elsősorban a Skyway 2014-be indult el, de ez már egy uh, olyan uh, olyan projekt, amit a uh, Anatol Eduardovics Junicki már lassan 40 éve készíti, de nagyon sok nehézség miatt nem tudták elindítani, és nekünk szerencsénk van, hogy most, most mikor mi itt vagyunk, hogy hallottunk a Skyvéra, és mi is része vagyunk ennek a nagy projektba. Ő mindig azt mondja, hogy ő egyedül kezdte el, akkor 8-10 évvel ezelőtt egy 25-30 ember csoporttal ma 600 magas rangú uh, inzsinér projektantok, és uh, ilyennel uh, dolgozik, plusz 800 még ember, aki közvetlen dolgozik a cégbe. Ha odaadjuk, még a, hozzáadjuk a Skyway Capital-nak a dolgozóit, akkor olyan kb. 1500 ember dolgozik közvetlen, és körülbelül 400 ezer befektető világszerte. Olyan befektető, aki 15 dollárt fektetett be, meg olyan is, aki több millió dollárt is fektetett be ebbe a projektbe. A tavalyi év arról volt szó, hogy nagyon sok certifikáció volt, 77 levédett patent van a világon, és az nagyon fontos volt levédeni ezeket a dolgokat, amit már kilettek találva és ellettek készülve. A 2015-ben kezdett épülni a Ecotechnopark, Marina Gorkában, ahol be lehetett mutatni a járműveket és a konstrukciót, ha jött valamilyen nagy befektető, aki érdekelt befektetni az üzletbe is, projektbe is, meg olyan is, aki a célprojektet akarta megvenni, úgyhogy most már több száz delegáció világszerte eljöttek a Eko akik bebizonyultak, hogy milyen modern és érdekes ez a projekt. 2015-től 17-ig volt a felépítés, certifikáció, és 2017-től 2019-ig indulnak a célprojektok. Nekünk nagyon fontos, hogy most van már egy célprojekt, ami épül, és már sokan mentek oda, Dubajba, beszélünk majd később is arról, hogy igazán élve meglássák, hogy, hogy épül. Épp máma láttam egy új videót, kicsit hosszú, és nem akartam ide felrakni. Körülnézték a, a hollandi befektetők voltak ott. A Skyway egy új éra a szállítási iparákban, <kül> ami azt jelenti, hogy teljesen másmilyen, különböző a kö, 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 hagyományos szállítások, ha összehasonlítsuk azokhoz. Az a legfontosabb, hogy nem, a forgalom nem megy lent az aszfalton, vagy a sineken lent a földön, hanem oszlopokra rá van építve, a városban ilyen 5-6 méter, de 15 méterig is lehet, a városon kívül meg 10-15, akár 35 méter magasra is fel lehet építeni. Természetesen minél alacsonyabb, annál olcsóbb a projekt, és csak ottan emelik fel, ahol muszáj például valamilyen folyó vagy vagy tenger körül, vagy ilyen, ilyen valami, ottan majd építik. Magasabbra. A járművek elektromos motorral működnek, szóval villanyármat használnak, nem használnak semmilyen gázolaj, félét, benzin, dizel vagy még gáz se. Így 100% tiszták és környezetbaráti típusú járművek. Most a Junitski úr bejelentette a napokba hogy kezdenek új fajta típusú járműveket gyártani, bár most pillanatnyilag a Minszki gyárba, Fehér Oroszországba, három új járművet építenek. Egy unikár, amit itt látunk ezen a képen, egy úgynevezett VIP Unicar lesz, ami az arab országokban már megrendelték, Emirátusba, Dubajba. Ott ez egy olyan unikál lesz, ami be lesz rendezve mindenfajta extrákkal, és sokkal kényelmesebb lesz az utazás. Akinek van több pénze, az olyan rendel magának, amilyent elképzel. És a Unickész megteszi nekik. A másik a, egy e, olyan jármű, ami a konténereket tudja ö, vinni, amit a hajóról lerakodnak, és rárakják egy vagy két konténert, ilyen 20 meg 40 méteres lesz, ez is áprilisig késznek kell lenni, és Dubájba be lesz majd mutatva, ö, tesztírozva, ö, lesz tesztelve, és ottan fogják majd ö, ö, használni. Ez is egy fajta Unicar. A Unicar egy olyan jármű, ami városi, de 150 km sebességgel megy, úgyhogy város közelébb ami ilyen 50-100 km városok vannak, oda is lehet majd használni. 168 személyig lehet. A Skyway már készített gyártott 6-ost és 18 személyest, az a 18-as személyes már sokan tavaly, most mondhatom tavaly, mert tavaly augusztusban voltunk, Minszbe és meg a Marina Gorkába, ahol van az Ecotechno Park, és ott mentünk vele. Én sajnos akartam volna nagyon, szerettem volna Unicarral is menni, de nem tudtunk jegyet kapni, úgyhogy Unibusszal utaztunk a családdal együtt, meg 19 üzlettársat vittünk oda több országból. <kül> Az összes projekt, ahol a megrendelő úgy szerződik, hogy saját villanyármat termel, belesznek építve ilyen szolár napkollektorek, és ez a villanykollektorok, amik amit a szélből, szélkollektorok szélből termeli a zármat. Így egy ilyen off-grid rendszer lesz, ahol uh, még egy 70% plusz villanyármat is tud termelni, amit másra el lehet használni, vagy eladni azt a villanyármat. Mondtam már a Minszki gyárba, ottan uh, gyártottak, ilyen 5-10 járművet tudnak havonta most már gyártani, megdupláztak a területet a gyárba, és megtriplázták a raktári területet. Úgyhogy el vannak készülve az első projektekre Európába, meg még Dubajba is, itt fogják gyártani, bár Dubajba is el van készítve a szerződés, hogy ott is legyen gyártás, mert Olcsóbb ottan legyártani, mint szállítani e, minzből oda. Szállítási költségek azok igen drágák, és ez, ez az egyik ok, hogy a Skyway e, nem hogy csak természetbarát, hanem a szállítási költséget, akár a teher, akár az embereket e, nagyon le tudja csökkenteni a. A úti költséget. Miért vannak még ezeken az oszlopokon? Azért, hogy kevesebbet fogyasztanak, mert a, ha a jármű fent megy, nem lent a földön, akkor sokkal kevesebb az a CX, ami megállítsa, tudjátok, mikor százig megyünk az autóval, 100 km sebességgel, akkor az autó nem sokat fogyaszt, de ahogy átmegyünk a százat, akkor már akár dupláját is elfogyassza. Azért, mert ez a nyomás, a légnyomás sokkal nagyobb. Meg legfontosabb a biztonság, és a városban nem tudnak összeütközni a többi járművel, a gyalogosokkal, a állatokkal. Nekem sajnos már többször volt ilyen szerencsétlenség. vaddisznóval, szarvassal, még kutyával is, és mindig sajnos meghaltak az állatok is, meg összetörtem az autókat, nagy károk voltak. Ez a skyway nem nincs ilyen lehetőség. Az Ecotechno Parkban most tavaly volt a harmadik, én kétszer voltam, öt szakasz kész, el van készítve, működik, itt tesztelik a, a járműveket, a delegációk jönnek megbeszélésre, az idén, július vagy augusztusban újból itt lesz, ezt most bemondták hivatalosan, nem lesz Dubajban vagy valahol, szóval itten csinálják meg a negyedik ecofest -et. Minden komoly befektető, vagy az, aki építi a hálózatot, érdemes elmenni, mert nagyon sok új tapasztalatot, információt lehet szerezni, <laughs> és a, én tudom, az én üzletem, a mi üzletünk azért fejlődött, mert elmentünk Berlinbe is az első kiállításot, egyedül voltam 2016-ban, meg mikor innen hazajöttem a Eco Parkból, lefényképeztem mindezeket a járműveket, akkor sokkal komolyabban vették az ismerőseim, és láttak, hogy ez egy igazi projekt, nem véletlen valamilyen számítógépen illúziók, ami rengeteg üzletbe ö, úgy tűnik, hogy létezik az üzlet, és végül kiderül, hogy csak egy becsapás volt az egész. Azt meg tudom mondani, hogy 100% a Skyway az egy reális üzlet, igazán működő, mert mi is ott voltunk, 5000-en voltunk ott a Marina Gorkába, tavaly előtt is, tavaly is, és szerintem az idén is legalább 5000 ember ott lesz. Nem mondtam még, hogy 350 millió dollárt a fejlődésre és a képítésre ide használták el. A Skyway úgy kezdte építeni, úgy kezdte a projektet realizálni, hogy kibocsátott részvényeket, és ezt tett crowdfunding, ilyen rendszerrel kis, kis mennyiségű részvényeket árul minden, mindenkinek, aki ilyen kis befektető is lehet, már 15 dollárral lehet venni részvényt. Természetesen a 15 dollárból nem lesz millió, úgyhogy minél több részvényünk lesz, annál ö, nagyobb lesz az osztalék is, és a tőzsdén, ha, ha valaki akarja, el is tudja adni majd a részvényeket. A prezentációt még ne, most látom, hogy nem javítottam ki mindet magyarra, 16 uh, világi kiállításon voltak, az a Berlin Inotrans kétszer, Dubajba, az idén is lesz Dubai újból, uh, India, Indonézia, Moszkva, uh, Minsk, uh, nem is tudom még hol, nem voltak. Uh, 16 ilyen <coughs> kiállításon bemutatták ezt a technológiát, és nagyon-nagyon uh, uh, nagy érdeklődés volt. Most, mikor uh, Szeptember 21-én voltunk Berlinben, akkor ezt már láttuk, akkor és kiderült, hogy a Skyway stand, jó mondom, kiállítási hely volt a legérdekesebb, és a legtöbb néző jött oda. A Univind, ez egy kis jármű, ami két személyre szóló. Sokan kérdezték, és én is gondolkodtam, Eleinte, hogy miért csinálnak járműt, ahol két személy van. Ha annyira logikus, és az embernek nem jut eszébe, mikor kimegyünk a városba, nézzük az autókat, 90% autóban egy vagy két személy ül. Nagyon ritka az, mikor az egész család benne van, mert egyszerűen az emberek nem tudnak találni időt, hogy együtt utazzanak, együtt mennek, csak épp ha ki van valami programozva, és ki van tervezve, ahova kell nekik együtt utazni. Munkahelyre is az emberek egyedül utaznak. Úgyhogy azért van a Uni, uni Wind, és a Unibike, két személyes, bár a Unibike az lehet még nyolc személyes is, attól függ, az olyan lesz, mint egy autó, autót fogja helyettesíteni, és a, aki akar utazni, majd olyan rendel magának. Van egy jármű, egy termék, amit a tavaly csináltak, készítettek el. Unimobil, ez egy 100%-os elektromos autó, ami 100 km sebességgel tud menni. Ez egy ilyen városi, két személyes, és ez a típusú, ami Moszkván belett mutatva tavaly, olyan, hogy egy rokkant kocsival egy személy saját maga be tud menni, senki más segítségével. A Junicki azt mondta, hogy olyan technológiát fejlesztettek ki, ami most a, most olvastam, hogy olyan 300 milliárd dollár lesz befektetve a következő 5 évben, a világon az összes autógyártók ennyit fognak befektetni az elektromos autókra. És olyan technológia van a Unimobilban, amit ezek a legnagyobb autógyártók most kezdenek tenni be. Úgyhogy egy szuper kis autó lesz, gyorsan 10 óra alatt meg fel lehet tölteni az akkumulátort, úgyhogy 100-120 kilométert át lehet menni vele. Ez egy ilyen városba körülbelül elég. Én mikor megyek, én ilyen 8 kilométerrel lakok eszékről, elmegyek, háromszor eszékre, akkor is egy olyan 50-60 kilométert megyek át naponta. Úgyhogy nyugodtan egy ilyen, vagy Budapesten valahol, aki él, egy napi teljesen elég, elegendő. Bár érdekes lesz az, hogy minél több helyen lesznek majd ezek a töltők, és ha elmegyünk valóban vásárolni, <laughs> már nálunk is láttam Splitbe, Zágrába, a bevásárló központba. Budapesten is, ugye, Váci utcában is van, ahol oda parkolunk, és akkor ingyen fel tudjuk tölteni, még vásárolunk, vagy elmegyünk egy, egy tárgyalásra, egy gyűlésre. Ugye ez is egy termék. Ez érdekes módon lett, bár nem illik annyira be a Skyway-ba, de úgy látszik, hogy a következő 5, 10, 20, 30 év elektromos autók még nagyon érdekesek lesznek. Egy szlovák céget vett meg a Skyway, még akkor 2016-ban, aki akkumulátort gyártattak, amivel gyorsan fel lehet tölteni, és autókat szeret meg villanymotorokat gyártani így a Skyway megvásárolta azért azért lett a Unimobil én örülök neki és ha lehet majd rendelni, venni biztos, hogy lesz nagyon sok érdeklődő erre a járműveire is most mesélem azt, amit amivel foglalkozik a Skyway miből, miből lesz a, a bevétel ami legfontosabb, hogy igazi bevétel legyen, hosszú távú. Legfontosabb, amit számomra, az, hogy rengetegen fogják használni ezt a rendszert. Milliók, utána még milliárdok is minden ember a Földön tudja használni. És ha olyan termékünk van, vagy olyan szolgáltatás, aki sokan használják, akkor az nagyon fontos, mert akkor lehet nagy cég. A Google nem véletlen nagy cég, azért, mert mindenki használja minden nap többször. Amazonból rengetegen rendelnek, most 1600 dollár egyetlen egy részvény, és a leggazdagabb ember a Amazonnak a tulajdonosa Alibaba, aki Kínába, az is mindenki rendeli a termékeket a világon, azért lett ilyen nagy. És így lehet sorolni, sok gyártó, Huawei, Samsung, Apple, azért, mert mindenki használja a mobilt. A internetet a Skyway-jal fognak utazni az emberek, és minden nap fogják megfizetni azt a jegyet. Olcsó lesz, és sokan fogják használni. A, ezen a képen meg tudjuk látni a Unicontot, amiről mondtam ezt most gyártják. Ez nagyon fontos, mert a Sárják város részén, a Dubajnak a, a, egyik ilyen részén, Épp ebben a konténerek, amit rendelnek, az a 200 cég, ami ottan letelepedik, meg már letelepedett, ezzel fogják a kikötőből a zárót, mikor készítik az irodákat meg, tudjátok, hogy olyan egy olyan fejlődési centrum lesz, ez a sárják, majd később meg, meglássuk a képen is. A Transnet fog most épülni, azt mondta a Junitski, hogy Dubajból indul, akkor Abu Dhabi, utána elmegy Katar országba, és innen egész Európát összeköti, Ázsiát Uh, Úgyhogy uh, ez a, ez a uh, szoba, ahonnan fogják figyelni és vezetni a járműveket. Mert tudjuk, hogy a járművekbe nincsen uh, sofőr. Ide be kell ülni, csak benyomni, hogy hova szeretnénk menni, és itt fogják figyelni. Ez egy teljesen új fajta rendszer amit aszfalton nem lehet még megcsinálni, lehet, hogy majd egy 50-100 múlva lesz, de most az a fontos, hogy itten a skyway -ba ez így fog működni. <kül> Na ezt tehát már láttuk. Innotrans a Berlinbe, ez volt a... Tavalyi év szenzációja, megláttuk a Unibuszt, ami 500 km sebességgel megy. Itt a mi csoportunk több országból. A Unibuszt inzsinyerek készítettek, azért lett neki ilyen alakja, hogy nagyon jól tudja vágni majd a levegőt, és nagyon kevés energiát használ csendes, nagyon kényelmes, ültünk bent. Azt figyeltem, mikor valaki bement, akkor senki nem akart kimenni. Ahogy beült, mindenki bent szeretett volna maradni legalább fél óra. De sajnos annyian volt a körülötte mindig, és nézegettük, kívülről, belülről mindenki videózott, fényképezett. Én még egy interjút is adtam angol nyelvű, utána kinevettük magamat. És nagyon érdekes, mert a 6 személyes van hely a magas embereknek is, úgyhogy szuper, nagyon modern. A Unispeed is most gyártásban van, ez is lesz bemutatva 2019-ben. Nem tudjuk, hogy mikor lesz kész. 300 Uh, utast fog szállítani, és 500 km per óra uh, gyorsasággal. Ez lesz a, az idei szenzáció, a projekt, ami épül azon kívül. Egy pár kép, hogyan néznek ki a, az állomások. A sharjah hottan mellett már készül, és ilyen állomások lesznek. Még egy projekt, amit a Skyway készít, ezek a okos városok, például Indiába 90 város terveznek teljesen új városokat felépíteni, és 500 millió embert be akarnak laktatni, lakoltatni, bocsánat, laktatni az mégis mást jelent, mikor kimondtam, akkor észrevettem én is. Ez egy olyan te természetbe vissza kell menni, visszamehetünk, és nem lesz semmilyen benzines autó, dizelesek, ez minden olyan szép, tiszta, természetes áram, napkollektorak, úgyhogy, és nem lesz olyan drága, hogy mindenki meg tudja majd venni. Na, közeledünk akkor a sárjákhoz. Ez tavaly szeptemberben indult el ez a projekt. Áprilisban volt az első megbeszélés, akkor voltak az arabok Minskbe. Májusban már alá volt írva a szerződés, és készítették a projektet. Ez egy nagyon fontos lépés a Skyway-ba, mondhatunk, hogy legfontosabb nekünk, lehet, hogy a Unickinak nem, de nekünk legfontosabb, mert elkezdték az építkezést. Ez azt jelenti, hogy elindult az üzlet. Ez az az első célprojekt, amit nem csak tesztelésre lesz, mint Márina Gorkába, hanem itten fog itt fogják használni az utasok, a, akik laknak ott, akik szeretnek majd utazni. 25 km hosszú lesz az első szakasz, itten tesztelik majd a Unispeed-et. Olyan 6-8 hónapig, azt mondta Junicki, lesz a tesztelés, még megkapják a certifikátot hogy minden engedélyt, hogy tudjon vinni utas. Úgyhogy áprilisban, ahogy kész lesz ez a szakasz, ide unibike, uni unibus, unicar, ezek mehetnek, mert erre már megvan az engedély, de a unibus, ami 500 al megy, az csak majd az év végén lesz engedélyezve. A második fázis, az első fázisban meg lesz az innovációs központ és oktatás és képzési a szakembereknek. Ez egy olyan akadémia lesz, ahol azok, akik figyelik a forgalmat, azok itt, ide, itt fogják őket oktatni, betanítani, mert ez, ez egy külön oktatást át kell menni, mint egy pilótának is, vagy ha valaki leteszi az autóvizsgát, át kell menni egy ilyen, ilyen oktatáson. Úgyhogy itt lesznek az állomások, a, a irodák, meg a, lesz egy olyan iroda, ahol kötik majd a szerződéseket, ahol fogadják az embere, a delegációkat világszerte. <kül> második fázis, 60 km, 500 km sebességre, ez, ez már nem lesz tesztel szakasz, hanem csak komerciális, úgyhogy ezt, ezt is kezdik az idén majd építeni. És én végén lehet, hogy már elindul a harmadik fázis is. Ez az ez első két fázis, ez másfél milliárdba kerül, de a harmadik fázis az már külön projekt mert itt megy még 60 km, ez lehet, hogy már Abu Dhabi fele fog indulni. Itt tesztelik majd a Unitski 1250 km RS Unispeed-et, ami a, bemegy a csövekbe, Szóval mikor nincs cső, akkor 500 al megy, ahogy bemen azokba a csövekbe, ott a 1250 km -re. Még nem tudjuk pontosan, nincs megmondva, hogy vákumos csövek lesznek, de azt mondta Junicki, hogy ez mehet a földön, föld alatt, a tengeren, tenger alatt 100 méter minimum mélység, hogy ne aggasson a hajóknak, és uh, Abu Dhabi, Dubáit össze akarják evel kötni majd. Uh, tudjuk, hogy a Elon Musknak volt egy ilyen előszerződése, de mikor rájöttek az arabok, hogy az nem igazi projekt, akkor felbontották a szerződést, úgyhogy nem lett belőle semmi. Ezért akarták. Bár a Junitski azt mondta, hogy még nincs annyira ilyen projektre legjobb idő, lehet, hogy kell várni még, de nem baj, el is kell kezdeni előbb tesztelni, majd meglássuk később, akkor több tapasztalat lesz, és majd csinálják tovább. Na, így néz ki, a, ezt már látta biztos mindenki a képet, mert az interneten mennek. Mi akarnánk elmenni, ahogy áprilisban kész lesznek ez a 25 km-es meg a, villam, a villamos rendszer, a épületek, akkor uh, majd uh, mink is elmegyünk, és megnézzük. Uh, most mutattok még egy képet. A Google maps már be van írva, hogy Skyway Innovation Center. Itt a link, ha valaki akarja meglátni élőbe. Szóval a google ban már benne van. Uh, friss képek vannak, és uh, remélem, hogy uh, áprilisba lefényképezik újból, és meg lehet majd látni. Ahogy? Uh, itt lehet látni, ezt elloptam, ezt a képet ezektől a hollandoktól. Itt lehet látni, hogy van a Sárják, meg a Dubai, és akkor Abu Dhabiig, és egész Katarig, és innen Katartól Megy majd még tovább, akkor Európába, meg akkor le Dél-Afrikáig, úgyhogy össze lesz kötve, és meg Ázsiát. In innen fog elindulni. Úgy volt elképzelve, hogy Fehér volt, de tudjuk, hogy miért ott ottan hat hónapig vártak, a miniszter nem írta alá az engedélyt, akkor azt mondta a lemegyünk Dubáiba, azok aláírták, odaadták a földet, ami több, nem tudom, egy milliárd dollárba is Kerül az a rész. Nem igaz, nem mind a Skyway, de nagyon ott kevés földjük van, és bár homokos, ugye az egész, de nagyon drága. És uh, itt itten fogják. Ez a zöld, a terv, ahol uh, fogják majd építeni. A Junicki azt mondta, hogy az idén, most 2019-ben, több tíz projekt van, amit ki kell, hogy fizessenek az előleget a arabok, ami olyan körülbelül 30 milliárd dollár. Ami azt jelenti, hogy ha ez ki lesz fizetve az előleg, akkor én szerintem 14.-15. fázis nem lesz, hanem olyan Év közepén, szerintem júliusban befejeződik a 13. fázis, és az lesz a 15 ös is mindjárt, ha ez megkapja az előleget. Miért? Mert az előleg olyan 15-től 25 százalék, és a 30 milliárdból, számítsuk ki, mennyi pénz. Nekünk meg a 15 szakaszig 75 millió dollárt kell még összeszedni. Jó is, nem is jó, de... Az lesz, aminek kell majd, hogy legyen. A, akik befektettek, már van részvényük, nekik nagyon jó, mert előbb indulunk el. Na most mondok egy nagyon jó információt, aminek nagyon örültem. Ez most hivatalosan belet mondva, tegnap előtt, hogy a, a minden investítor, <laughs> befektető, aki már vett részvényt, a 2019 összes építésben, ami itten indul, ugye, Emirátusokba, az összes építésből jön a jövedelem, és a 2020-ba kezdik fizetni az osztalékot. Szóval most indulnak a építkezések, amik hoznak bevételt, és ebből jövőre kezdik fizetni az osztalékot. Uh, osztalékot fizetik akkor is ki, ha nem lesznek a tőzsdén, azon nincs semmi köze hozzá. Uh, lehet, hogy még nem lesz, de ha 30 milliárd dollár elindul, akkor abból, akinek 100 ezer részvénye van, ilyen 400-500 dollár uh, osztalékot már kaphat. Uh, az is függ, hogy a Unicki, ha úgy dönt, hogy kifizeti mindet, akkor ez ennyi lesz. De ha kell még valamire pénz, vagy befektetni valami célprojektbe, akkor lehet, hogy az osztalék kevesebb lesz. Az a fontos, a lényeg, hogy az idei projektból, jövedelemből, jövőre fogják fizetni az osztalékot, az ilyen május környékén fog lenni. Nem csak ezek a projektek vannak van -e az Abu Dhabi projekt? Azt is már bejelentette Unicki, hogy elkezdték rendelni, már megrendeltek 100 millió tonna betonblokkokat, amit ide a műszigetek építésre rendelték. Úgyhogy az alapokat már lehet, hogy csinálják, azt még nem mutassák sehol. Lehet, hogy egy pár hónap múlva már látható lesz, és lehet valamit. Fényképezni is. A Skyway fogja építeni ezeket a szigeteket, rajta lesz ilyen lakótelep, és össze lesz kötve a Skyway technológiával. 500 métertől 2000 méterig lesznek, és a unikárok fogják fognak összekötni, mint a liften. Nagyon szépnek néz ki, az ember, mikor eladja a részfényt, akkor van egy olyan vágy, hogy vegyünk itten egy lakás, és akkor néha évente három-négyszer jöjjünk el kicsit körülnézni, megnézni. Nagyon igazán szépnek néz ki az egész. Vannak még projektek, akivel tárgyalnak. Most a legfontosabb projekt a Moszkvai gyűrű. Az is egy óriási projekt lesz. Sajnos azt hiszem, hogy itt most ilyen nincs képem rajta. A Sankt Petersburg, és utána ez a nagy projekt, ami majdnem 8,5 ezer kilométer. Sankt Petersburg, Moszkva, Jekaterinburg és Vladivostok. Ezek a projektek, Uh, ilyen 70% a bankok fogják finanszírozni, a 30%-ot meg majd mi finanszírozzuk. Uh, projektek, akivel tárgyalnak, meg már kötöttek szerződést, az a brazíli projektek, Uruguay, Filipini, Szlovákia, Magyarország, Lengyelország, Estonia, Kazaksztán, Olaszország, Németország a Stuttgartnál. Olaszországban van 30 projekt, van egy érdekes projekt, ami Róma, Milano, Ljubljana, Budapest és arra felfele Lengyelország és Minszkel össze lesz kötve. Ez még nincs aláírva, de terve van. A svájci projekt a San Bernardino. A legújabb hír azt jelenti, hogy lesz egy unikár, amiben elférnek a hótalpak a sielőknek. Úgyhogy most ezen tárgyalnak, és azt tudjuk, hogy már ki van finanszírozva, úgyhogy nem sokára indul a gyártás. Most a San Marino vagy a svájci projekt lesz az első, ezt még nem tudom, de a következő pár hónapban szerintem lesz. Nagyon előre mentek. Most ilyen technikai dolgokat intéznek, és ez a két projekt lesz az első Európában. <kül> Törökországban is van egy ilyen sielő, központi 10 km, 3 millió dollár. Indonéziában tudjuk, hogy vannak azok a nagy projektok, 42 milliárd. A Peruba azok is már voltak háromszor, argentinaiak is nemrég voltak. A Elefánt csoport part, azok is uh, szeretnek egy projektet, uh, re, uh, Elkészíteni, ott is uh, már van rá ott csináltak. Úgyhogy minden kontinensen, van még Kanadába és Ausztráliába projektek, és a emirátusokban 50 milliárd dollárik projekt. De most ez a 30 már lehet, hogy az idén el fog uh, indulni. Úgyhogy a Unickinak meg a, a dolgozóknak nagyon sok munkájuk van. Azt mondta Junicki, hogy ő tíz év múlva úgy lássa a Skyway-t, hogy több 10 millió kilométer képítvett szakasz, és 100 ezer ember közvetlen be lesz munkás, aki fogja csinálni ezeket a projektokat, meg vezetni. Szóval ennyi, ennyi munkásnak fognak adni munkát. Hogyan megy az investíció? Még visszamegyek egy kicsit a projektekre, mert van itten még új információ. Van a Riga projekt, a Riga televíziós központ újjáépítése és infrastruktúrát. Eztet is fel kell építeni, erre tárgyalnak. A parkolóházak, járművek, tárolóegységei, ezeket mindet meg kell a Rigába csinálni. A másik projekt, amit most kezdtek tárgyalni, nem tudom, tudjátok-e, hogy a Helsinki, Finnország és Tallinn, Estonia közötti alagútat akarnak építeni, ezt egy másik cég fogja csinálni, és úgy hívják, hogy uh, hárjá, való, fel is írtam, uh, Real, Rail Baltic. <kül> Ők akarják ezt megcsinálni, de nagyon érdekli őket a Skyway technológia, és meg akarják ezt a technológiát együtt a Skyway-jal építeni. Ezért sok partnerrel beszélgetnek, egy, for, egy megoldásokat kínálnak, mint a városinak, meg a áruszállítás számára. Alagútra az nem a Skyway projekt, de a skyway al együtt ki lehet hozni olyan különböző közlekedési módokat, amit fel lehet építeni. Úgyhogy ez is érdekes projekt lesz. Mi van még itt? A részvényeknél még annyi van, hogy az egy új információ, hogy mikor megveszik a részvényeket, akkor nem látszik mindjárt a certifikát, hanem mikor átteszik a holdingba, és ez most kicsit tovább fog tartani mert új uh, jogi dolgok lettek, és muszáj jogilag, hogy megfeleljen. <kül> Hogyan megy a, működik az investíció? Mondtuk, hogy crowd investing. Jön a befektető, befektet egy projektbe, egy uh, valamilyen találmányba, csak meg kell, hogy várja az időt, a befektetőnek nem kell semmit dolgozni, és utána jön a haszon. Ez így működik. Mi a Skyway Capitalon keresztül fektetünk be. A Skyway Capital egy olyan cég, amin keresztül meg tudjuk venni a Skyway-nak a részvényt, és ő egy ilyen közvetítő, akin keresztül ez működik, mert a Skyway nem foglalkozik ilyen dolgokkal. Angliában van, Londonban a cég bejegyezve, az iroda Moszkvába, Oroszországba. És ilyen 90 dolgozó van. Az egyik barátom ott volt most szeptemberben, úgyhogy volt az irodában, meg is ismerkedett több dolgozóval. Úgy működik, hogy a befektető befektet a Skyway capital ami megy a GT, a Global Transfer Investment, az a anyacég, ők meg uh, meg megy a fejlesztés, gyártás, tesztelés, terjesztés, és így lesz a Skyway. Szóval ilyen, ilyen egyszerű, ez egy uh, normális mód, uh, hagyományos mód, a crowd investing, ez általában így működik. Mert ha nálunk is van egy olyan cég Horvátországban, ha valakinek van valamilyen jó ötlete, nincs neki pénze, akkor hozzájuk fordul, van ilyen cég, aki eh, publikálja, eh, és segít összeszedni a 10-20-100 ezer eurót, amennyi, amennyit kell majd az egészre. Úgyhogy a Skyway Capital. Nekünk az fontos, hogy a Skyway Capital kötött egy szerződést a Skyway-jal, a GT-vel, a Unitsky-val évig, és ők 10 évig fogják legalább csinálni ezt a crowd investinget, és aki akar foglalkozni az üzlettel, építeni az üzletet, akkor tud vele hosszú távon dolgozni. A 13. szakaszban vagyunk a 15-től, mondtam, én gondolom, hogy az idén ez be is lesz fejezve. Unicki az be is mondta, hogy ha megkapja azt az előleget a 30 milliárd dollártól, akkor már egyszerűen nem kell neki több bevétel, és nem is fogja eladni a részvényeket. Ez is most már nagyon oda ott vagyunk, hogy ez már teljesülni fog. Vannak ilyen speciális ajánlatok a webirodába. Mindenki az KV Capitalba be tud regisztrálni ingyenesen, meg kell csinálni a verifikációt, feltenni a személy igazolványt, lakcímkártyát, vagy útlevelet, vagy valami közüzemi számlát, és mikor megvan verifikálva, akkor lehet befektetni. Inotrans, a berlini inotranszi Uh, ról lett megnevezve ez a cso csomag, nagyon uh, populáris, <laughs> uh, uh, nagyon uh, sokan, sokan, rendelik ezt a csomagot, érdekes nekik. Ezer uh, dollárba kerül, 41 ezer részvényt adnak most, ha másodszor megrendeljük, 30 napon belül, akkor 50 ezer részvényt kapunk, harmadszor, vagy negyedszer, öt ször még tart a 13. fázis, kapunk 60 ezer részvényt. A gyors start az 600 dollárba kerül, 22.800 részvényt, ha egyszerre kifizessük, ha két hónapba 300 dollár havonta, akkor 20.400 részvényt kapunk. <kül> a gyerekeknek Tudunk venni, mint ajándék. A gyerekeket a mi webirodánkba meg kell csináljuk a verifikációt, és 65 dollár havonta, vagy 150 dollár, amelyiket tudjuk fizetni. 65 dollár az 9 hónapig tart, 24410 részvényt, van itt feltétel, a két, két havi részvényt meg kell fizetni egy nap 24 órán belül, bármelyiket lehet első, kettő, ötödik, hatodik vagy nyolcadik, kilencedik, mindegy, és ha e, fizessük rendszeresen, nem késünk vele, akkor kapunk 24.410 részvényt. Ha mi vesszük meg, el is tudjuk adni, de ha megvárjuk, a gyerek 18 éves lesz, akkor át lehet majd iratni. A második csomaga egyetemista, 150 dollár havonta, 9 hónap, 1350 dollár az egész, 59.180 részvényt kapunk. Most vannak új prémium csomagok, egyszeri befizetés 25 ezer dollár, 1.575.000 részvény, 50 000 dolláros 3 millió 250, 000, 100 000 dolláros 7 millió, és a 150 000 dolláros 11 millió 250. 000. Ez most egy új, legnagyobb csomag. Vannak ilyen befektetők, akik lássák, hogy működik a projekt, ideig vártak, és most kezdenek befektetni. A 5000 dolláros csomagot lehet 10 havi részletre elosztani, Első hónapban befizessük a 500-at, másodikba, harmadikba, tizedik hónapig. 260 ezer részvényt kapunk. 10 ezer dollár, dolláros csomag 570 ezer részvény, havi 1000 dollár, 25 ezer dolláros 1 millió 475 ezer részvény, ami 2,5 ezer dollár a havonta, és a 3 millió 100 részvényt 50 ezer dollárért kapjuk meg, 5 ezer dollár havonta. A legkisebb csomagok, amit kitaláltak még az oroszoknak, aki nagyon ottan olyan 100-200 dollár fizetésük van az átlag, ilyen falukban, ami nem Moszkvában van, ugye, messze, messzebb laknak, 7500 részvényt kap az, aki 25 dollárt fizet havonta. Na most itt van ebben a négy csomagba, egy olyan uh, cikk, hogy uh, ha dupla befizessük az első két részvényt, első két havi részletet, akkor kapunk még 250 részvényt ajándékban. Úgyhogy érdemes a, ezekkel a csomagokkal úgy indulni, hogy a kiválasszuk eztet, hogy dupla részvényt első hónapba, és akkor még 8 hónap a többi. Szóval 25 dollár havonta, 250 dollár összesen, 7,5 ezer részvény. A 50 dollár havonta 10 hónapig 16.500, ha duplán fizette, akkor kap még 500-at, szóval 17.000 részvényt kap. A stabil csomag 100 dolláros, és 10 hónapig 39.000 plusz 1.000 dollár a dupla első kettőre. Az üzleti csomag 200 dollár havonta, 84 ezer, és még 2000-et kap, ha az első kettőt befizette. <kül> Van egy táblázat, a táblázatban már lehet 15 dollárért vásárolni. Itt a diszkontok elég alacsonyak, kevés, úgyhogy én szerintem ilyen 2000 2500 dollár alatt itt nem is érdemes nagyon venni, sokkal érdemesebb akkor ezeket a másik promóciós csomagokat. De 15-től 150 ezer dollárig lehet venni, itt egyszeri kifizetése, pluszra kell kattintani, és utána kifizetni a csomagot. Azok, akik partnerek, és szponzoráltak, behoztak valaki új embert, kaptak valami bónuszt, csak a bónusz táblázatból a bónusz pénztárcáról lehet venni ilyen csomagokat. Egyszeri 250 dollár, kapunk 8750 részvényt, egyszeri 400 dollár, 15200, 1000 dolláros 50 000, és a 1800 dolláros 99 részvény. Egyik üzletársa mindig ezt a bónusz 1800 dollárost vette meg, építette az üzletet, és majdnem 2 millió részvényt összegyűjtött két év alatt. Ez a kedvenc csomagja. Minden részvényre, mikor bejutassák a holdingba, akkor kapunk egy ilyen bizonylatot, amit meg lehet rendelni 10 dollárért, ha akarjuk, nem, nem fontos, de ha akarjuk, akkor megrendeljük, elküldik postán, 2-3 hét alatt megkapjuk, és van egy ilyen certifikátunk. Megvan ez a holding, most pillanatnyilag kettő holding van, ami kiutatták a részvényeket. Kibocsátottak a részvényeket. London és Tokyo tőzsdére terveznek majd kimenni, akkor mennek ki, mikor Erősen állnak, úgy hogy stabilan egy dollárral ki tudjak menni, tudjanak menni, és az az érdekes, hogy már rengeteg ilyen óriási pénzügyi cégek, broker cégek is, meg holdingok, nagy érdeklődés van a Skyway iránt. Tudják, hogy új technológia, várják, hogy kimenjen a tőzsdére, és akkor fogják ajánlani, a saját kuncsaftoknak, hogy vegyenek egy dollárért, úgyhogy lehet, hogy már egy dollár nem is lesz első nap, hanem felmegy a zára, bár mehet le is, de ahogy nagy érdeklődés van, és ha mi nem adjuk el a részvényünket, akkor biztosan, hogy fog menni fel a ára. Én igazából nem tervezem eladni, legalább még nem lesz olyan 15 dollár, úgyhogy ha kell várni még egy-két évet is, mert tudom, hogy a hosszú távon ezek a részvények sokkal többet fognak érni. A végén a van kibocsátott token, a Skyway token, és ezzel fognak indulni a IPO és a ICO. Az a különböző, hogy az ICO a tokenen megy, aki azt ott megveszi, az nem tulajdonos részvény, mint a minka vagyunk de el lehet gyorsan adni, már az idén júliusban a token kint lesz a tőzsdén, legalább ez a terv, és ott el lehet majd adni. Még nem lehet venni tokent, de nem sokára ezt is majd elindítsák. A régi befektetők tudnak beváltani még mindig részvint tokenra. Ezt ne kérdezzétek, hogy érdemese, mert igazán nem, nincs elég információ, hogy érdemese részvint beváltani tokenba. IPO, a, a ICO lesz kettő vagy három az idén, azt tervezik, szóval három projektet, amivel well, a tokennal fogják kifinanszírozni és uh, finanszírozzák a, a solar uh, napkollektereket, a ekoházakat, a vil áramokat, uh, uh, áramgyártó, a közlekedés, blockchain platforma, és a sivatagba akarják termőföldet csinálni a sivatagból. Úgyhogy ezek a projektek, amit, amit most készülnek. A IPO az azt jelenti, hogy egy részvény tulajdonosak vagyunk, és itt is majd lesznek ezek a projektek, ami különböző célprojektekbe be lehet majd. Fektetni. Sok cég van a világon, ami nagyon sikeres lett. Ezek is mint valamikor úgy indultak, hogy apró pénzzel a Alibaba például 100 dollárért 1 millió részvényt adott az eleinte az embereknek, és minden dolgozó, aki nála dolgozott, felvett munkásnak, kínálta, hogy egy rész fizetést adjon részvénybe. Akik elfogadták, azok már ma multimilliósok, így a Amazon is 1600 valamennyi dollár lesz, lett a részvény, ez a legnagyobb részvény. Skyway lehet, hogy nem lesz annyi, de egy 50-100 dollár egy 10-20 év múlva nyugodtan elképzelhető, hogy, hogy meg lesz. Az a különbség, hogy a Apple, Google, Microsoft vagy nem tudtunk százezer dollárral bemenni mondjuk rá a Google-ba, meg a Microsoftba, vagy nem tudtuk, hogy mi lesz. Most tudjuk, hogy a Skyway mi, tudjuk elképzelni, most már látjuk, hogy működik és építkeznek. Az idén, ha elindul ez a 10-15 projekt, csak Emirátusokba, az már egy nagy ugrás lesz. Jövőre elindulják elindulnak kifizetésre a osztalékok. Lehet, hogy 2020-ba már, vagy 2021-be nem tudjuk, lehet, hogy kimennek a tőzsdére is egy dollárral, akkor főleg nagyon jó befektetés ez. Én tudom, hogy mindenki türelmetlen, ki kell várni eztet, de nagyon gyorsan múlik az idő, itt van, most már egy teljesen új évbe vagyunk, nem sokára itt lesz a május, megyünk Dubáiba, utána itt lesz a július, augusztus, elmegyünk Minskbe, lehet, hogy év végén már újból elmegyünk Dubáiba, beülni ebbe a juni buszba, ami 500-assal megy, hogy kipróbáljuk, hogy megy, működik az is, úgyhogy ha dolgozunk, akkor nagyon gyorsan múlik az idő, és Kivárjuk az egészet. Én köszönöm szépen a figyelmet, a mai estére ennyit terveztem mondani, és sok sikert kínál, kívánok mindenkinek, kívánom, hogy legyen több százezer, több millió részvénye, mert már egy két ezer részvényből is lehet egy pár év múlva szép osztalékot kapni. Köszönöm szépen is további jó estét kívánok mindenkinek! Jó iszakát!